Mi magyarok. Klasszikus magyar nóta. Ez a muzsika legalább 200 éve szól, és tölti el vigasszal, reményel, vagy éppen boldogsággal az arra fogékony szíveket. A 18. század végén a polgárosodó magyar társadalomnak igénye volt egy nemzeti szórakoztatási formára. Abban az időben alakult ki az olasz nápoi dal, a lengyel polka, az orosz románc és a francia sanzon is. A magyar nóta a verbunkos és a bécsi klasszikus muzsika nyomán formálódott. Nem is olyan régen még szinte minden nyilvános helyen, színházak, nép, színműveiben, éttermekben, kocsmákban szálltak a nóta dallamai. Magyarul nem beszélő külföldiek is nagyszerűen mulattak cigányzenére, gyakran megtanulva dalaink szövegét. Manapság a pódiumok kedvelt műfaja, és az esküvők, vacsorák, baráti poharazgatások elmaradhatatlan része a nótázás. A jó prímás már a vendég pillantásából tudja, hogy melyik dallamot kezdje húzni. Azokból pedig több tízezer létezik. Kiváló zeneszerzők, így Egresi Béni, Szentírmai Jelemér, Fráter Lóránt, Dankó Pista komponáltak, sokszor elismert irodalmárok, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Tali Kálmán, Gárdonyi Géza, Adi Endre vagy éppen Tömörkény István soraira. Pósa Lajos, Magyar vagyok című versére többen is írtak dallamot. A mű első strófája a műfaj egyik legszebb verszaka. Magyar vagyok, magyar, Magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem, magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. A Hungarikum Bizottság a klasszikus magyar nótát 2014-ben a Hungarikumok sorába emelte. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.